Sziasztok! Üdvözlünk mindenkit ezen a szép napon, délutánon! A mai videóban nem más fogunk csinálni, mint vacsorát a feleségemnek! Nem is akár ilyen vacsorát, ázsiai vacsorát, úgyis megérdemli, ugye? Megérdemli valami, hogy csináljunk neki vacsorát. Amúgy jelenleg a feleségem nem máshol van, mint itt. Nem mással, mint a Davis-szel, ugye a legkisebbik fiammal, és várják a vacsorát. Hogy mit fogunk készíteni egész pontosan, megmutatom nektek. Legalábbis képen meg tudom mutatni. Egy valami ilyennel fogunk megpróbálkozni, ez ilyen kínai vagy ázsiai leves tojással, és... Ja, látod? Hogyha ez véletlenül nem sikerül le, akkor itt van curry krém, vagy látod ilyen krém? Ez olyan, mint a májkrém, csak curry krém. Nem mással, mint egy kicsi kis kukoricáról, ugyanis a feleségem valamiknál fogva szereti ezt a kukoricát. Én ilyet még nem ettem, hiszed vagy nem? Tettél már? Na jön közben a Davis is, az is akar valamit itt segíteni. Itt megy körbe-körbe, ahogy halljátok, mert nem látjátok. Nem ettél még ilyet? Nem. Úgyhogy, na milyen? Megkóstoljuk. Aztán ezen kívül nem más lesz, mint nyereményjáték. A kérdés pedig nem most fogjuk feltenni, vagy most tegyük fel a kérdést? Nem. Majd a videó végén feltesszük a kérdést, és a helyes megfejtők közül nem más fogunk kisorsolni, mint egy ilyen ausztrálos kulcstartót. Ja. Képeslapot, aláírjuk, és na minden, majd erről beszélünk egy kicsit később. Szerintem álljunk neki, mert a feleségem azt mondta, hogy egész délután nem evett szinte semmit, meg egész nap, ugye? És kezd éhes lenni. Úgyhogy én kezdjük a levessel? Ja. Bontsod a levest, amit hoztam én nem más, mint ilyen, tudod ez micsoda? Konzervbontó, ez erre jó. Én amit kibonttam, várjál, miközben kibontottam, mi van benne? Amúgy ez egy ilyen összeállt leves, szoktunk ilyen levesket tenni, ez ilyen gyors leves. Várjál, ebben tojás amúgy nincsen, tehát tojást azt mindjárt csinálunk. Hoppá. Tehát bele, ami hoztunk ilyen tányérat, van itt szósz. Látod milyen szósz? Oda néz. Milyen szósz? Rá van írva? Rárakjunk minden szósz, vagy ne rakjunk? Ez tudod micsoda? Hagyma! Ez hagyma, ez meg nem tudom micsoda. Van, le kell önteni. Hogy mérges lesz. Erős. A chilisz. A feleségem nem szereti az erős ételeket, úgyhogy ezt szerintem ne rakjuk rá. Nem, mert akkor még nem fogja tudni megenni. Ez milyen vacsora? Meg te se szeretsz az erős kaját. Úgyhogy várjál, ezt nyitom. Megszórjuk, rárakjuk ez az egész. Rávetem sorszápolókat. De ő nem fogja megenni. Nézd, látod, ez micsoda? Ahogy mondtam, szoktunk ilyen, legalábbis az ilyen leveseket nagyon szeretem, már nem az ezeket a leveseket. Erre, ami nem kás kell rakni, ez ilyen gyors leves. De erős a szaga, érzed? Te, én annyira nem érzek szagokat, de szeretek, jól érzem. Miért? Mi a fekete? Nem mondja. Nem mondja. Az mert jó. Hát akkor rakunk rá egy ilyen feketéből, öntünk rá. Ez a csilis, ebből nem rakunk. Nagyon picit rakunk rá. Erre kell rakni amúgy forró vizet. Hú, de rossz az. Azt is! Miért? Ez mi? Abból is rakunk rá. Erre kell rakni forró vizet. Ó, de ez megy mindenhova! Kell rakni rá forró vizet, és tojást! Rakunk rá tojást. Ilyen félig megfőtt tojást. Mit? Tudod, mikor nem főzve? A mit? Ezt nem tudjuk megenni, hogyha nincs megfőzve. Na várjál. Még mielőtt, én azt hiszem, várjál. Csináljuk azt, felrakjuk a tojást. Mi nem tudunk amúgy főzni. Én nem tudok főzni. Ilyet meg tudok csinálni, de ez ilyen gyors kaja valami, úgyhogy na minden. Felrakjuk a tojást, ez ilyen lágy tojás lesz. Felrakom, és közben megkenjük ezt, mert megtörlöm a kezemet. Na várjál, mindjárt jövünk. Feltesszük a tojást, mutatom, látod, ott már van benne víz, úgyhogy indítjuk. Jön a tűz. Amint elkezd forni ugye a víz, belerakjuk a tojást, 5 percig bent hagyjuk, és tökéletes lágy tojás lesz belőle. Én mindig így szoktam csinálni lágy tojást. Ugye még az megy, hozom mutatom itt. Ez nem más, mint forró vizet, ezzel lehet csinálni, ilyen forraló, vízforraló. Úgyhogy ebben rakunk vizet. Na, azt hiszem, hogy ennyi elég is lesz. Mutatom, látod? Ennyi víz elég. Lehet, hogy nem látni rendesen, de raktam bele egy fél liter vizet. Ezt most lezárjuk, beindítjuk, és mindjárt elkezd forrni, meg fütyölni, hogyha ugye megforrt a víz, úgyhogy menjünk visszafelé. Lucas, gyere te is! Várjál, elfelejtettem hozni kenyeret, ugyanis ez a kenyérhez kell, itt a kenyér, látod? Ez a nem májkrém, ez a körikrém, ez ugye kell kenyér, hogy meg tudjuk csinálni. Várjál, egy kézzel nem tudom nyitani. Ahogy már forr a víz, mármint a forralóba forr a víz, ott a tojásvíz még nem forr. Na várjál, kiveszünk. Először egyet csinálok és megkóstoljuk, hogyha jó lesz, én aztán csinálok másikat is, nem Lucas? A víz még mindig forr, bár azt hiszem, hogy most már lassan megfort, és... na várj, ezt pedig elrakjuk. Te akarod bontani, vagy én bontsam? Én akkor bontom. Te bontod. Úgyhogy ezt a kenyeret megkenyjük, ez ilyen kóstolós kenyér lesz először, és hogyha jól sikerül... Várj, kicsit a kamerát beállítjuk. Hogyha jól sikerül, akkor csinál még belőle. Hogyan? Megmutatom, nézd. Ezt fogod, mutatom mindenkinek. Ide be kattintod, ide be középre, látod? Ide be. Összenyomod, és most nem más csinálod, mint tekered ezt. A tekerjed. Nem, ebbe az irányba. Úgy. Na, kitekertük. Oldani. Ohó! Ilyen a curry szósz, vagy a krém, nem szósz, mert a szósz az más. De erős, ahogy aki nem tudja, hogy ez milyen, ez egy kicsit erős az illata. Én nem kérem. Ó! Ez biztos, hogy kenyérre kell kenni? Hát csak tesszük rá. Rátesszük, de ez erős. Hát te, ezt a feleségem nem fogja megenni, mert ez erős. Én ezt nem tudtam, hogy ez erős lesz. De attól még meg kell próbálni. Tudom, hogy te se szeretnél az erőset, de én szeretem az erőset. Lehet, hogy én ezt szeretem. Lehet, hogy ezen túl májkrém helyett ilyen körös kenyeret eszek. Csak azt nem tudom, hogy azt így kell enni, vagy nem így kell enni. Én nem tudom. Na nem tudom. Még egy picit, de akkor meg túl erős lesz. Tudom, azt akarom. Úgyhogy ezt kibontottuk, ilyen szép lett. Mint a legfáros kenyér. Csak nem a legfár. Irádig letesszük, kinyitjuk. Ja, én akarom kinyitni. Na te nyissad ki. Fogjad, aztán tekerjed. Ez a kis kukorica, teszed itt a kis kukoricát, hogy kell enni? Le kell róla enni a szemekkel, hogy csak úgy megeszed egybe az egészet. Mit csinálsz? Itt meg kell fogni, és ezt kell, nem van? Ezt fogod és tekered. Na, látod? Megy ez a Lucasnek, csak meg kell fogni erősen, hogy nehogy menjen sehova. Hogy már jön ki belőle a víz. Ja, mindjárt kész az ebéd. Davis kérdezi, hogy az ebéd a vacsora. Davis kérdezi, hogy mikor lesz kész a vacsora. Jaj. Jó van, én nem kérem. Na! Itt van, kiúzok egyet, ez olyan, mint a kukorica. Csak elő, látod, várjál. Oda nézd, ilyen sós vízben van benn. Kóstoljuk, megkóstoljuk. Hú, te! Milyen? Adj egyet nekem is. A másik sarkába. Nem jó. Ne, de jó. Nincs tejsztje. Olyan, mint a kukorica. Te, olyan, mint a kukorica. Jó, de kell főzni. Ezt nem kell megfőzni. Nem hiszem, hogy ezt meg kell főzni. Nem hiszem, hogy meg kell főzni. Ez meg van már főzve. Nem olyan rossz. Olyan, mint a kukorica. Úgyhogy. Komolyan olyan, mint a kukorica. Most, hogy jön az utóíz, olyan, mint a kukorica. Na várjál, megfőtt a víz. Mi hozzuk a meleg vizet, meg a tojást is. Megjöttem, megfort a víz, megfőtt a tojás, de csak félig, ez már nincs rohangál körbe-körbe. Úgyhogy, várjál, öntjük rá, látod, még mindig ilyen szépen néz ki, nem raktam még rá a tojást. Mennyit öntsünk rá, várjál? Még. Öntsük, fú, hogy füstöl. A képen nincs benne víz, látod? De azt mondja, hogy bele kell egy kicsit nyomogatni, és bele kell rakni egy ilyen másik tányérba. Na ezt nyomogassad te, én addig hozok egy tányérat. Visszajöttem a tányérra, a Lucas még mindig nyomogatja, hadd vegyem át egy kicsit. Nem úgy, csak így bele kell, látod így, hogy felázzon a tészta, látod? Na nyomogassad te, én addig töröm a tojást, és megkucoljuk. A feleségem lehet, hogy örülni fog az ebédnek, a vacsorának. Mindig az ebéd. Csak tudod, hogy minek nem fog talán örülni? Ennek nem annak. Ennek a nagy felfordulásnak, amit ide csináltunk, komolyan mondom. Majd eltakarítjuk. Mit csinálsz? Most te elszed, hogy én? Na milyen? Én szeretem ezt a levest, amúgy Igen? Ez amúgy milyen leves? Meg se néztük, hogy milyen leves. Csak néztem, hogy a feleségem szereti a tojást, szereti a levest, úgy gondoltam, csinálni neki egy ilyen tojásos leves. Ez tojásos leves! Ez lesz az új neve. Tojásos, kínai tojásos leves. Vagy ázsiai tojásos leves. Lehet, hogy ez nem is kínai. Meleg. Na persze, hogy meleg, mert rajta forró víz. Na várjál, közben a tojás meg megy mindenhova már. Átrakjuk a tojást. Átrakjuk a tésztát ide. Ebbe a levesbe. Miket beszélek ma? A tányérba. És erre rá fogjuk tenni a tojást. Legalábbis a képen így nézett ki. Ugye? Nem mindent, hát ha... Én kapom a tojásot. A tojást az itt van már tojás. Ennyit, először ennyit, nem? Oh, szépen megtalálod. Nem vizes, hát lágy tojás, az jön a tojás belőle, várjál. Oh, ennyi tészta, és jön rá a lágy tojás, várjál, valahogyan, amit ki tudom. Ráragadt minden, megint maszatolunk. Na várj, nem úgy, csak így rá kell fordítani. Az nagyon jó. Úgy, megy rá. Kicsi kis fehérjét is rája. Oda. Várj, hol a sárgája? Ott van. Az nem a sárgája, az a héja. Na mutatom, ez történt. A sárgája oda belement a tésztába, egy kicsi fehérjét raktam melléje. Szerinted ez jó lesz? A képen így néz ki. A milyenké miért nem úgy néz ki? A milyenké meg így néz ki megint, mint a... Hát nem is tudom, mit csinál. Kukorica 1, ide melléje. Kukorica 2. Kukorica 2. Elvágjuk egy kicsit ezt a kenyeret, hogy jobban nézzen ki. Készen van a vacsora, legalábbis a feleségem vacsorája. Igaz, hogy nem úgy néz ki a képen, de azért nem olyan rossz, nem? Én szerintem azért remélhetőleg ehető is. Úgyhogy majd mi is megkóstoljuk, ezt a hívom a feleségemet, ugyanis neki készült. És nem tudom, kinézetre szerinted hogy néz ki? Jó! Látod, ez a végeredmény. Látod, a tojás egy kicsit kijött így a sárgája. Ott kéne rajt lenni a tésztán, de hogy miért ott nincs, nem tudom. Megérkezett közben a feleségem, itt ül előttem. Mutatom. Hello! Hello. Tehát, először elmondom neki, hogy mi micsoda angolul, hát ha nem tudja, várjál. So, this is the pasta with egg. Half-boiled egg on it. This is the curry cream, and that's the corn. Azt mondta, hogy először a tésztával kezdi, aztán megy tovább. Látod, nem olyan rosszul néz ki amúgy. How is it? Kérem tőle, hogy milyen. It's amazing. Okay. Látod, mondtam, nem olyan rossz, Lucas, azért csak tudunk valamit főzni, hogyha kinézed, nem is a legszebb. Neki próbálja meg egy kicsit tojással, hogy úgy milyen az íze, ugyanis ott látod, a tojás az ott van az alján, és a tetején nem volt nagyon tojás eddig, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy tojással milyen a tészta, tojásos leves, ahogy mondtam. How is it? No? Kiköpte a feleségem azt. Bleh! With the egg. Wasn't good with the egg. Why? Bleh. Azt mondta, a tészta az jó volt, de tojással a tészta nem volt. Mindegy. Az a szerencse, hogy a levesből még amúgy maradt, látod, itt a nagy maszat körül, tehát abból még tudja simán enni. A kukorica, how's the corn? Látod, ott a kukorica, ilyen kicsi kukorica. Milyen? Yes, very yummy. Azt mondja, hogy nagyon jó. Átveszem tőle, látod, a tányérat. És én azt mondom, hogy először a tojásos levesre fogok megpróbálkozni én is. Mutatom neked, itt van a tojás, tészta, leves. Én legalább nem jártam és nem köptem ki. Nem a legjobb, komolyan mondom. A tészta, ahogy mondta a Lucasnek a feleségem is, nem rossz ezzel a szószal. Azt eltaláltuk, de a tojás, én nem tudom, hogy erre miért kellett tojást rakni, látod? Vagy lehet, hogy elszúrtuk és ez nem is tojás. De Lucas, ez lehet, hogy nem is tojás. Hát kellene tojás. Na minden. A képen mindig jobban néz ki, A képen mindig jobban néz ki minden, mint élőben, mikor ugye elkészül. A kör is, kenyér. Nem rossz. Olyan, mint az utitárském. Csak egy kicsit erősebb. Meg más az íze. De nem rossz. Hú, egy kicsit erős. Úgyhogy itallal elmegy. Én azt mondom, hogy itallal elmegy. Hogyha egyet ráksz, vagy egyet nyálsz, vagy egyet iszol, ehető. Már lehet, hogy ezt se így kell lenni. Még mindig jó sok maradt úgy belőle. Úgyhogy én azt hiszem, hogy megesszük ezt a levest, ami így megmaradt, legalábbis én, a Lucas, a feleségem, és valami más fogunk vacsorázni, lehet, hogy mégis a maminak kell csinálni vacsorát ma is. Elképzelhető, több mint valószínű, vagy eszünk valami másfajta szemücset, még mindig érzem ezt a erős körít itt a számba. Aztán még ellenfelejtjük, nyereményjáték, ahogy ígértük nektek a videó elején. A kérdés, ugye nincsenek rossz válaszok, ebben a videóban nincsenek rossz kérdések, nincsenek rossz válaszok. Hogyha részt szeretnél venni a nyereményjátékban, semmi más nem kell tenned, mint fel kell, hogy legyél iratkozva erre a csatornára, ugye, hogyha még nem vagy. Egy szeretést nyomjál erre a videóra, és válaszoljál a kérdést, amit majd kérdezünk tőled. Ide a videó alá majd válaszolhatsz. A kérdés pedig, neked melyik a kedvenc ázsiai ételed? Kínai, koreai, mindegy. Ez bármi lehet, tehát ide a videó alá írjad meg, hogy a részt szeretnél venni a játékba. Neked melyik a kedvenc ázsiai, kínai? A sushi. Nekem is a sushi. De csak egy darab sushi, nekem a halas sushi. Én azt nagyon szeretem. Én szeretem a csónas. Az ja, hát az a halas, hát az a halas. És amit szeretem ezeket a leveseket, és ahogy mondtam, ez se olyan nagyon rossz, ez a kínai, ázsiai leves. De én a sushit azt hiszem, hogy egy kicsit jobban szeretem. Mi van, te megeszednénk ezt a leves mindenki előtt? Úgyhogy mára ennyit, remélem, hogy élveztétek ezt a videót. Mindenkinek további szép napot, jó reggelt, jó estét! Szeretnénk kívánni, hogy attól függ, hogy mikor néztek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!